Először 2022 márciusában adtunk hírt arról, hogy új funkciót kap a Békesugár úton található egykori mozi épület. Bozó András tulajdonos, a Superinvest Kft. Ügyvezetője a munkálatok kezdete előtt úgy gondolta, hogy egy korábbi, igényesen kivitelezett épület rejtőzhet itt. Csak ezeket az értékeket az elmúlt évtizedekben eltakarták. Hamarosan meg is találták az egykori Royal Mozgó Színház nyomait, ezek viszont nagyon rossz állapotban voltak. Talán ismerős a Szentírásból az a mondat, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a végzet. Hát a Royalban pont van egy alfa, pont van egy omega, és az Y pedig a feleségem. Bozó András kiemelte, eddig minden munkáját a családjának szentelte, az új logó pedig egyfajta üzenet a feleségének. A tulajdonos hangsúlyozta, a felújítással egyfajta értékmentés történt a városban. Amikor levették a mennyezetet, az egyetlen eredetiben visszaállítható rész az ottani minta volt. Ebből derült ki, hogy ez egy Art Deco stílusú épület. Ez az első modern világstílus, mely a luxushoz is kapcsolható. Hogyha felrémlik valakinek a Nagy Gatsby című film, tehát ez az időszak, amikor egy épület díszítése nagy gazdagságot mutatott, egészen el volt tolva a majdnem gejig. Olyan volt a gazdagságnak a tömege, ami majdnem sokkoló hatású volt, és éppen nem fordul gicsbe. És próbáltam én is úgy kezelni ezt az épületet, valójában ennyire egységes soha nem volt stilárisan, mint ahogy most kinéz, hogy ezt az elvet vittem végig rajta, illetve azokat a jegyeket, amik ott az 1900-as évek elején fesztilalom, Charleston korszak, cérna ruhák, csajok, kis kalap. Bozó András kiemelte, az 1920-as éveket szerette volna megidézni az egyedileg kézzel készített lámpákkal. A tulajdonos hangsúlyozta, megtartották az épület eredeti funkciójának alapillérét, a 12 méteres mozivásznat. Az elején egyeztetett is az önkormányzattal, hogy a vetítési lehetőséget fenntartják. A technikát felzárkóztatták a mai kor igényeihez, digitális alapú vetítéssel. Bozó András kiemelte, hit nélkül nincs élet. Az épületben egy kápolnát is építetett Mária tiszteletére. Fontosnak tartotta, hogy legyen itt egy a fennmaradt 52 példány közül az első magyar nyelvű Bibliából, a Vizsói Bibliából. Boldog és békés pillanatokat töltünk itt. A szimbolikáról meg talán annyit, hogy 150 éve biztos nem épített Gyulán senki gótikus keresztboltozatot, de hát az égbetörő mozzulatok azok elengedhetetlen részei egy kápolnának, úgyhogy mi ilyet építettünk, és hát talán az is látszik, hogy egy glória világít fölöttünk. Nagyon fontos, hogy van egy olyan csodatevő ikonunk, ami Athoszról származik, és ennek egy nagyon különleges története van, egy vándorikon Párizstól Kolozsvárig nagyon sok helyen megfordult, rengeteg könyörgést fogadott be, és különleges gyógyító erővel rendelkezik. Hát ez egy donáció kapcsán került egyelőre ide. Bozó András kiemelte, az első fontos cél az volt, hogy elkészüljön az épület, a bútorozás, de van elképzelése a működési modellre is. Hangsúlyozta, méltatlan pillanatokat nem szeretne az épületben. Van egy 20 éve működő borklubjuk, ennek mintájára szeretne néhány olyan klubot elindítani, melyek méltók a környezethez.